Nagyon nagy örömmel köszöntelek benneteket itt a zenbe való bevezetésnek a kivezetésén, de tulajdonképpen az újra bevezetésén. Nem tudom, hogy sikerült jól szétülni magatokat, sikerült minden problémát megoldani, amiért így idejöttetek, hogy na, akkor ez most segíteni fog. Mi az, ami sikerült? Mi az, ami sikerülhet nektek? Az, hogy ide sikerült eljutni, az már egy nagy siker. Sokaknak nem, nem, nem sikerül idáig eljutni, hogy, hogy bizony el, el kellene menni egy helyre, ami direkt erre van kiképezve, hogy ha más nem, akkor keresni lehessen. De mit kerestek itt? Miért nem mentek haza? Mi az, ami itt sikerülhet, szerintetek, ami otthon kevésbé sikerül? Mi az, amire itt rá tudtok látni? Amire az otthon forgatagában, a hétköznapok szürkeségében és rutinjában esetleg nem sikerül, de mégis érzétek, hogy valamire szükség van. Valamire, ami mondhatjuk, hogy könnyebbé teszi, mondhatjuk, hogy boldogabbá teszi, de legalábbis átláthatóvá teszi a saját életeteket. Valószínűsítem, hogy néhány traumán, néhány sokkon, néhány kellemetlen tapasztalaton, már átesett mindenki, mielőtt úgy gondolta, hogy igen, neki végre tenni kell valamiért, hogy ezt a pontot ezt legalább egy pillanatra megtapasztalja. És megtapasztaljon valamit, amit utána érdemes tisztítani, keresni azt a tiszta, térszerű, tükörszerű jelenlétet, ami még nem gondol jóra és rosszra, ami még nem minősít, ami még úgy látja a dolgokat, ahogy vannak, ami úgy látja a dolgokat, mint amikor egy gyerek ránéz valamire. Hát ebből kaphatatok valamiféle ízelítőt az egynapos zen folyamán, és remélem, hogy az a pici szikra legalább, ami saját tapasztalati szinten motiválni tud benneteket, az, az megtörtént, mert én mondhatok bármit, én elmondhatom nektek, hogy a savanyú az ilyen, írhatok 500 oldalt a savanyú ízről, ti attól, hogy én mondtam nektek egy csomó mindent arról az egy ízről, ami egy nagyon egyszerű íz, tehát sabanyú. Nem fogjátok tudni, hogy mi az. És a zen, tehát azzal, hogy megszólaltam, én már hibát követek el de tudjuk, hogy ezen folyamatosan paradoxonokat használ. Tehát hibát, és ugyanakkor nem hibát. Tehát hibázik is, meg nem is. Hogyha meg is szólaltok, meg nem is, ez is van egyszerre, tehát az ellentétek egyszerre nem, hogy kioltják egymást, hanem segítenek benneteket abban, mert benneteket mindenkit. Abban, hogy meglássuk, hogy a paradoxonokat érdemes egy picit megölelni, mert amit logikusnak gondolunk, általában a logikának a háttérfeltétele az a szegmentáltság, az, az, e, az a szétosztás, az a töredezettség. A paradoxonak pedig ez, mint egy ilyen forrasztó páka, ezt a, ezt a tudatnak, ezt a töredezettségét, ez így pillanatra így, elkezdik össze, össze, össze hogy az a kép, az a tükör, az, 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 az ne legyen ilyen össze cserepes. És hogyha meglátjuk ezeknek a hasznát, akkor sokkal tisztábban tudjuk látni, tisztában tudunk látni egy, egy minősítetlenebb, egy, ha úgy tetszik, valóságosabb valóságot, de már így is túl sokat mondtam. Tehát emel rövid bevezető után, hogyha esetleg kérdések merültek fel gyakorlattal, vagy egyébek kapcsolatban itt az egynapos zen során, akkor szívesen fogadom, és megpróbálom őket megválaszolni, legjobb tudásom szerint. Van valakinek kérdése? A meditáció kapcsán megtapasztaltam valamit, és ez, ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Azt tapasztaltam, és egy konkrét példát mondok, hogy ülünk a meditációban, és egy idő után mondjuk el kell zsibbatni a lábam, vagy azt érzem, hogy nagyon melegen van, tehát valami olyan történik, ami elkezdi bennem növelni a feszültséget, majd egyszer csak elkezdek azon gondolkodni, hogy ú, nem sokára ebéd lesz, elkezdnek jönni gondolatok, vagy emberek, hogy ú, ez történt, az történt, utálom, stb. Majd akár érzetek szintjén mondjuk éhes leszek. És azt szeretném megkérdezni, ugye észrevettem, hogy valójában egyébként néhány olyan testérzet szintjén, például mint az éjség, valami egész más van mögötte és hogy ez hányszor történhet meg velem az életem folyamán, a mindennapi életben, és hogy tudsz esetleg valamit mondani, hogy hogy lehet azt ellenőrizni, hogy valójában mondjuk, amikor dühös vagyok, vagy mondjuk éhes, éhséget érzek, hogy mennyire tényleg ez éhség fizikálisan, vagy valami teljesen máshol jön, máshonnan jön. Honnan jött ez a kérdés? Ülés közben egy aránylag mozdulatlan formát felveszel, és ez a lényeg a, a, a meditációnak, a formának, hogy, hogy a szokásos mintákat egy annyira, annyira mozdulatlanná teszi, hogy lehetővé teszi számodra azt, hogy, hogy rálás, rálás arra, hogy honnan jönnek ezek a dolgok. Ettől a pillanattól kezdve az, hogy mi jön és mi megy, ez nem annyira fontos, mert nem azt keressük, ami jön és megy, hanem azt keressük, ami ezt az egészet látja. Ami azt mondja, hogy én. És ha de folyamatosan csekkolgatni kezdett, hogy akkor most ez valóban igaz, valóban, tényleg valóban, akkor így egy ilyen mókuskerékbe beteszed a saját tudatodat, ami átmenetileg ugye valamiféle ingerszerű örömet okoz neked, mert a, 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 az elme az nem szereti, hogyha, hogyha hogy leteszik egy helyre, nem akar egy helyben maradni, ezért gyakorolunk, hogy egy helyben maradjon, hogy, hogy mögé tudjunk. Tehát semmi baj, lehet, hogy éhes vagy, lehet, hogy nem vagy éhes, lehet, hogy fáj a térded, lehet, hogy nem fáj, de ezzel, hogy már ezt a kérdést feltetted, ezzel már, már feltételezhetően neked van egy olyan rálátásod, ami, ami, ami az egészet, tehát van egy pici, pici távolság a, 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 jelenség és önmagad közt, és ez már, ez már hasznos, tehát csak gyakorolj tovább, és, és ne ellenőrizd a gyakorlatodat, csak csináld. Tud, hogy mi a gyakorlat, Térfigyelés, vagy mondtad, nem tudom, hogy melyiket használtad, csak csináld a gyakorlatot, és ne, ne csekkold, hogy most mit történik, mi. Általában a, a gyakorlat eredménye, mint zenében is nem gyakorlat közben mutatkozik meg. Tehát gyakorolsz, 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 és azért gyakorolsz, hogy ö, valamiben bízol, ami nagyobban. De hogyha te meg akarod a saját gyakorlatodat magyarázni fel akarsz építeni magadnak egy gyakorlati képet, akkor azt kénytelen leszel előbb-utóbb azt is elveszíteni. Tehát ne, ne építgess magadnak, hogy mi az igazi gyakorlat, mi az igazi élet, csak csináld. Azt szeretném kérdezni, a mi ez kérdéssel kapcsolatban, hogy azt figyeltem meg, hogy, hogy rövidebb a kérdés, mint maga a belégzés. És ezzel egy, egy kicsit ilyen küzdelmem volt, hogy akkor most így, Instant be, bedobom így a belégzésselnek a legelején, és akkor utána így lélegzem be a levegőt tovább, és azt majd kiengedem, vagy pedig, hogy amikor elnyújtottam a mi ezt, akkor meg azt vettem észre, hogy a lélegzetemet is befolyásolja. Tehát, hogy hogyan tudom azt úgy összeharmonizálni, hogy a kettő az ne üsse ki egymást. Nem kell ezt ennyire, ennyire uh, durván, hogy pontosan addig tartson a, 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 lélegzet, ameddig, ameddig a kérdés. Tehát um, ugye ez eleve egy verbalizált kérdés, inkább a kérdésnek, a, amiben itt az energiája fontosabb, hogy tényleg felted ezt a kérdést, tényleg kíváncsi, tényleg tedd fel ezt a kérdést, és inkább egy ilyen, tehát egy ilyen nyitott tudatállapotot belégzésre, hogy szépen uh, pakoljad a, 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 a tudatod alá, hogy, 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 ez a ez, a, ez a mi ez dolog, ez, ez, ez érjen be. És egy idő után már nincs is, mondjuk az nem, valószínűleg nem ma lesz még, hogy, hogy de, de után eltűnhet ez a kérdés. maga a, 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 szó eltűnhet, viszont ha folyamatosan ez a kíváncsi, nyitott energia irányul erre, hogy mi ez, az, a, az tudja táplálni ezt a, ezt a gyakorlatot. És maga a szó nem annyira lényeges, inkább, a, a hogy, hogy meglegyen a center, egy helyben legyen a gyakorlat, és csináld aztán, szóval, hogy felteheted háromszor is, ha akarod egy belégzés alatt, a mi ez, de inkább az energiára figyel, hogy mikor tényleg érzed, hogy hogy, 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 kíváncsi vagy, mi ez, mi ez, mi ez, és tedd ezt az energiát, ezt, 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 ezt tartsd és gyűjtsd. Nagy kérdés, mantra és térés hangfigyelés. Lehetne egy negyedik, amikor a falevelet nézem, amit röcögtet a szél, vagy a hangyakaravánt az úton, vagy ez már más meditációnak ez működhet? Ne csapunk pillanatról pillanatra, mert egyébként mindegyik meditációs alapgyakorlat, legyen az leborulás, legyen az, az éneklés, legyen az mantrázás, mindegyik ugyanazt a cél szolgálja, hogy, hogy neked legyen egy tiszta, térszerű, tükörszerű jelenléted, amit utána, mivel ezek egy picit ilyen elkülönített, sterilebb gyakorlatok, pontosan azért, hogy rá tudj egy kicsit látni a saját mechanizmusaidra, rá tudj látni, hogy mi az, amit, hogyan teremted a dolgokat, és éppen ezért teremtő helyzetbe hozni magad, tehát visszahozni a, a gondolatok elé. Uh, és ezt, uh, ez, ezek nem, nem, kellene, hogy speciális dolgok legyenek. Tehát ezek, ezek a hétköznapokban, amikor mész át az úton, akkor igencsak ébernek kell lenned, mert uh, hogyha a falevelet nézed, akkor elüt az autó. Tehát uh, ezek az alapgyakorlatok, ezek arra jók, hogy, hogy ez csiszolgasd a gyakorlatot, de utána uh, ez pillanatról pillanatra, ez a gyakorlatod uh, szépen uh, eluralkodik az életeden, vagy nem a gyakorlatot, hanem be beleivódik -bele az életedbe úgy szólván, és ez lenne a cél, hogy, egy, hogy általában élj eh, egy, egy világosabb, rálátóbb, együttműködőbb, odafordulóbb, együttérzőbb életet. És innentől fogva, hogy ezek az alap meditációs technikák megvannak, onnantól, onnantól fogva a te tapasztalatod, a te utad csak az elejére azért ne, ne, ne kavarjuk, hogy, hogy az irány azért legyen meg. Mindannyiunk életében előfordul, hogy meghal egy szerettünk, és most látunk egy nagyon szép szertartást, és azt szeretném megkérdezni, hogy van-e lehetőség, hogyha meghal valami családtagunk, vagy hozzátartozunk, hogy mi egy személyében, annak által, hogy sajnos nincs olyan lehetőség eh, esetleg eh, eljutni, eh, ha csak nem ide. Eh, például az én környéken Miskolcon sincs olyan eh, szanga, ahol ezt esetleg ezt a szép szertartást eh, el lehetne végezni eh, csoportosan, hogy én otthon tudok-e esetleg egyedül eh, segíteni az elhuntamon, hogy eh, amik eh, le voltak írva a füzetbe, illetve eh, már máshol a is hallottam, hogy uh, miben segít, hogy ezt én is esetleg uh, elősegítsem, illetve uh, én is hozzájáruljak az, az útjához a, az elhúnytamnak. Igen, köszönöm szépen. A, az elhúnytakért, ugye, aki a, a, az a mantra, ami az elhúnytak segíti a tovább, tovább az a Jijang Bószál. Tehát magát a szertartást azt, azt nem ajánlanám, hogy egyedül elvégezd, mert ezt egyébként is egy darmatanítók vagy, vagy darmamesterek végzik általában, de nagyon sokat tud segíteni azzal az odaforduló magatartással, és a Jijangbó szálmantra az kifejezetten erre van, tehát abból mehet bármennyi. Tehát azzal, azzal tudod segíteni, és minél, minél ö, odafordulóban, minél minél átérzőben. Ez kifejezetten egy arra, arra való mantra, a dzsidzsángó szál. És egyébként meg, hogyha, hogyha szeretnél ugye, szertartást, akkor a templommal bármikor fel lehet venni a kapcsolatot, és akár távolról is, tehát van, volt már olyan, és gondolom lesz is olyan, hogy nem feltétlenül van itt az az ember, aki kéri a szertartást, de, de ha kér egy szertartást, akkor, akkor meg lehet így távolról is kérni a templomot, hogy itt egy csoport erősebb energiákkal végezzel a szertartást, és az általában azért az úgy erősebb, mint ahogy ezt te is érzékelted ma, hogy az együtt, együttműködésnek mindig, mindig van egy ilyen erősebb tere és jelenléte. Hogyan gondolkodjunk aláról? Ezt kérdezem miért akarsz gondolkodni a halálról? Vagy hogyan tegyük elfogadhatóbbá, hogyan... Azért kérdezem, mert, mert a hagyományos világrendünkben, amiben fölnőttünk, a halál, ahogy kezdtük a mai napon is, a halál egy tabu téma. A halálról nem gondolkodunk. A halál egy idegen tabu téma. Az ember hogyan gondolkodjunk? Eredetileg Nincs élet és nincs halál. Amikor ezt hallod, akkor nincs élet és nincs halál. Hogyha már gondolkozni kezdesz, akkor létrehozol életet és halált. Egy picit, hogyha jobban belemegyünk ebbe a dologba, akkor hogy hogyan? Igen, egy, egy halotti szertartás megtapasztalása az nagyon, nagyon konkrét és, és hirtelen, hirtelen ezt a tabut ugye előhozza, elő hogy hát bizony mindannyiunknak a teste egyenesen a sír felé megy. Ez nem kérdés. Az se kérdés, hogy a halál az mindig jó munkát végez. Tehát a halál az rosszul meghalt embert nem nagyon látsz. Tehát aki meghal, az meghal. Meg fog történni veled is. De mielőtt ez megtörténik, amit meg tudsz tenni, megteszed-e, Azért, hogy világosan láss. Megteszel-e megteszel mindent, amit tudsz, mert amit nem tudsz megtenni, az egy dolog. De amit meg tudnál tenni, de mégsem teszed meg, az ö, valahol tragédia. És ö, ha most megkérdem, hogy akkor én most éppen élek, vagy éppen haldoklok? Mind a kettő egyszerre. A halál mindig ott van, egy kis egyensúlyoz bennünk. És az ugye a halál az 100%-os az életünk hány százalékos. Tehát a halál így módon értelmet tud adni az életünknek. Mert amíg van szánk, amíg van szemünk, fülünk, orrunk, stb. stb. Addig tudunk változást létrehozni, és tudunk segíteni embereknek, és tudunk valamiféle értéket, ez valami minőséget létrehozni, és ez egy nagy kincs. És ha a halál, élet, dihotómiára, mint, mint változásra nézünk, ez saját döntés, hogy ez akkor motivál bennünket, vagy lefagyaszt bennünket. És azt a döntéshelyzetet kellene megtalálni a által, amikor nem vetítesz, nem félsz, nem dühös vagy, nem vágysz, hanem egyszerűen cselekszel tisztán, helyes uh, szituáció, felismerés, helyes kapcsolatfelvétel, helyes funkció, és ez pont elég. Azt figyeltem meg mostanában, hogy ö, bizonyos helyzetekben elég erős ö, halálfélelem jön rám. Például mondjuk vadkempingezésnél ott egy vaddisznó két méterre, akkor én már elképzeltem, hogy kész engem, ott meg fog enni vagy ha nem dolgozok mondjuk, akkor, akkor, biztos éhen fogok halni egy idő után, és nagyon sok szituációban ezt így megfigyeltem, hogy alapesetben nem szoktam félni, viszont amikor félek, akkor ezt így realizáltam, hogy, hogy a halától tartok, és, és, és az ilyenfajta megsemmisüléstől. Egy ilyen esetben, amikor rám tör ez az érzés, akkor, akkor mi lehet a helyes cselekvés vagy hozzáállás? Hát én nem tudom. Én mentem szembe medvével erdőben, úgyhogy messziről láttam medvét, és igen gyorsan eltévedtem abban a pillanatban. Akkor nem volt gondolkodás. Egy gondolat bántott engemet, hogy, a, hogy minél messzebb elkerüljem azt a medvét. Tehát most mondhatok bölcs dolgokat, hogy jaj, akkor nézd meg. Mond, a fél, ha félünk valamitől, általában érdemes ezt a félelmet, ezt így így megnézni, tehát a félelmet szembenézni. Hogyha valós veszély van, hogy valós veszély van, vagy csak a félelen van. Ha nincs valós veszély, ugye, hogyha ott a medve, az, az nevezhetjük már valósnak a veszély. Talán. A vaddisznó, ha ott röfög a sátor mellett, akkor is talán már lépni kellene. De általában ugye nem a... Nem a, nem a dolgokba betegedünk, betegedünk bele, hanem a dolgokra adott reakció, reakcióinkba. És ezek a reakciók sokszor nem válaszok, hanem reakciók. Tehát valami, valami ott bennünk reagál, mert, mert úgy van felépítve. És hogyha erre rálátunk erre a félelemre, tehát nem küzdünk vele, nem menekülünk, csak megnézzük, akkor akkor ez általában általában ugye elkezd oldódni. Tehát a fóbiákkal is például ez a, ez, a, ez a, helyzet, hogyha van, itt nagyon félsz a pókoktól, egy, egy idő után sokat nézegetett, csak rá kell vennetek, merni kell látni a saját félelmedet, és azzal, hogy csak nézed, csak-csak ránézel, nem küzdesz vele, nem menekülsz előle, azzal, azzal szépen ezt az energiát, amit, ami, ami helyetted működött a félelemben, azt, azt lassan elkezded visszavenni. Elkezd visszavenni, és, és, és akkor el tudod dönteni, hogy akkor mit tégy és mit ne tégy, és nem, a, nem maga a félelem cselekszik helyetted, és ez, ez elég fontos momentum lehet. Tehát ez a rá csak nézd meg, ne harcolj, ne menekülj. Nem egyszerű, de meg lehet csinálni. Múlt hónapban látogattam meg a templomot, és akkor megkaptam a gyakorlatot, meditációs gyakorlatot, illetve mantrát, amit otthon alkalmaztam. De körülbelül egy hét után ez így alábbhagyott, és az elmém kitalált mindenféle alibit, hogy miért ne, mit rontottam el, és hát látom, hogy mit rontottam el, azt, hogy nem csináltam. De hogy mi a helyes cselekvés, hogy mi a helyes hozzáállás ebben az esetben, hogyha az elmém csak valami alibit kitalál, hogy ne csináljam. Hát légy erősebb, mint az elméd, és csináld. <gül> <gül> és ezt hogy? Hát itt van az elme, az, hogy ne csinál, itt vagy te, és az, hogy csináljunk. Hát ki irányít ki itt a karmát, engedett, hogy a karmád irányítson, vagy, vagy, vagy szeretnél, szeretnél inkább döntő helyzetben lenni? A második jobban hangzik jobban hangzik, és ezt mi mondja benned? Ugye? Általában, hogyha visszamegyünk a kérdés mögé, akkor, akkor a gyakorlat mögött óhatatlanul, mivel testünk van, mivel tudatunk van, van egy valami én, ami, 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 úgy ő akar megvilágosni, el akarja érni a felébredést, holott az az én legtöbbször ez az akadály és mondjuk ez futásnál tapasztaltam, amikor hosszú futottam, hogy mind mondta, hogy nem, 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 de amikor mégis megcsináltam, akkor én voltam, én voltam, én voltam. És ezt érdemes, tehát érdemes odafigyelni, amikor, amikor, a legkevésbé van kedved gyakorolni, akkor van valószínűleg éppen ezért a legnagyobb szükséged rá. És hát írt felül ezt, ezt ezeket a kifogásokat. Jobbat nem tudok mondani. Írt felül, tehát ha elfogadod, akkor a kifogások fognak irányítani. hogy a felülírod, akkor valami más fog irányítani, és más eredményt fog hozni valószínűleg. Köszönöm szépen. Részemről ennyi volt ez a kis kérdezfelelek, de még nincs vége. Nagyon sok szeretettel átadom a párnát Csongán Szunim apátnak, és ha van kérdésetek, valószínűleg van hozzá, akkor tegyétek fel nyugodtan, mihez is az infrastruktúra felvette kellő formáját ehhez.